Egy négy hetes periódust leszámítva egyenletes volt a csapadék eloszlása a Förhénci hegyháton. Förhénci Horváth Gyula szerint jelentősebb probléma volt a hőség és a páratartalom, ami komoly növényvédelmi kihívások elé állította a gazdákat. A szőlő kifejezette jól viselte a Zalai időjárást, de az is tény, hogy az ország más vidékein megszenvedték az időjárás viszontagságait az ültetvények. Egyes borvidékekre kisebb fürtők, apró bogyók és a kiegyensúlyozatlan termés jellemző, de szerencsére ez a dél régióban nem tapasztalható, hangsúlyozta Fölhénci Horváth Gyula. Mi az elmúlt egy hónapban is, több hullámban kaptunk kielégítő mennyiségű csapadékot, volt amelyik a nagy szárasságot is 23 mm csendes áztató eső szakította meg. Ez ugye négy hete volt már, és azt gondolom, hogy, hogy azt ideálisan tudta hasznosítani már a szőlő. Ugye ebből a nagy meleg miatt jelentős része elpárolog, de azért jutott már a növényeknek is. Másrészt ugye a, a fölülülés szempontjából az sem hátrányos, hogyha a lombozatot letisztítja, és eljön egy kedvező környezet a, a növények számára. A környéken a korai fajtákból, mint az írsai olivér és a zenit, szüreteltek már a termelők, a mennyiség és a minőség is kedvező. A komolyabb szőlők a középérésűek szeptember közepén érkeznek, a későiek pedig októberben. A következő napok, hetek időjárása befolyásolja majd döntően azt, milyen évjárat lesz a délzalai. Hiába mondjuk el ezt egymilliószor, de azt szokták mondani, ismétlés a tudás ugye, de mindenki a szabad idejéhez igazítja inkább ezeket a hobbi méretű ültetvényeken való munkálatokat. Én azt tudom javasolni, mégis ha van lehetőség, akkor a, fehér szőlőt arányra születeljék a kék szőlőt pedig a Förhinci Horváth Gyula tanácsairól bővebben beszélgetünk jövő heti Domvidék című magazinunkban.